Köszönöm szépen, doktor úr! Nincs mit. A várandóság az valamilyen szinten egy gyengített, immunszuprimált állapotnak felel meg, ugyanis, hogyha azt vesszük, egy idegen szövet nő a kismamának a szervezetében, erre ugye az immunrendszernek normál esetben reagálnia kellene, és azért ugye, hogy ez ne történjen meg. Nyilván ez többféle mechanizmussal is működik, de a lényeg, hogy valamilyen szinten a kismamának az immunrendszer azért gyengébb, mint a normál esetben. Ezért bizonyos fertőzések akár súlyosabb formában jelenhetnek meg, vagy megnőhet a rizikója annak, hogy különféle szövődmények alakulnak ki egy-egy fertőzés során. Azt látjuk azért, hogy hál' Istennek ugyanúgy, ahogy a lakosságnak a nagy része, a kismamák is nagyon sokszor enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen átvészelik, de sajnos azért köztük is vannak olyan esetek, akiknek súlyos szövődmény alakul ki, illetve akár ugye lélegeztető gépes intenzív osztályos kezelésre szorulnak. Több ilyen várandós hölgy is volt a praxisban, aki a várandóság során kapta el a koronavírus fertőzést. Hál' Istennek mindegyikőjük szövődménymentesen meggyógyult, illetve kórházi kezelés nélkül megúszták ezt a történetet, és utána azok, akik azóta megszültek, egészséges újszülöttet hoztak világra. Én abszolút amellett vagyok, hogy a várandósoknak is érdemes felvenni a védőoltást. Ugye hát ez már egy jól ismert, jól kipróbált oltóanyag, már amennyire lehetett itt az idő rövidsége alatt ugye teszteket végezni, de magából az oltásnak a hatásmechanizmusából adódóan nem lenne szabad, hogy bármiféle problémát csináljon, akár az édesanyjának, akár a magzatnak a szervezetével. A várandósoknak, a kismamáknak az oltásra majd a tajkártyát kell magukkal vinni, a kitöltött oltási nyilatkozatot, illetve gondolom érdemes lesz magukkal vinni majd a kiskönyvüket is.